A 2016. decemberre és 2017. márciusa között 61 ország részvételével megszervezett termékellenőrző Option akcióban hazánkat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal képviselte. A magyar szakemberek több mint 47 tonna, valamint további 107 ezer liter terméket vontak ki a forgalomból. Az Europol és az Interpol által koordinált Option műveletet 2011-ben szervezték meg először 10 európai ország részvételével. A silány minőségű hamis élelmiszerek és italok felderítésére fókuszáló 6. akcióban 61 ország vett részt 2016. decemberre és 2017. márciusa között. Hazánkban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Nemzeti Adó és Vámhivatallal közösen végezte az ellenőrzéseket. Magyarországon több mint 100 ezer liter termék, illetve 25 tonna terméket vontunk ki a forgalomból. Ezek között volt méz, zöldség, gyümölcs, édesipari termék, illetve a 100 ezer liter pedig az egy almali tételből állt össze. Napjainkban az élelmiszerhamisítás a drogkereskedelem után a második legjelentősebb fekete piaci tevékenység, ami potenciálisan súlyos egészségügyi kockázatot jelent a gyanútlan vásárlók számára. Magyarországon és a többi résztvevő országban nincsenek olyan népszerű termékkörök, amik kiemelhetően problémásak, a hamisítás és minőségi problémák sokrétűek. Az a megállapítás tűrte le az összes résztvevő tagállam, hogy amelyik élelmiszerrel úgymond vissza lehet élni, ez nem specifikus, hanem bármilyen olyan terméket tudnak hamisítani, vagy rossz minőségbe forgalomba hozni, ami az éppen hozzájutnak. Jó példa erre, hogy az országok összehasonlítása alapján ásványvíz, kávé, hústermék, de még akár kaviárral is találkoztak, ami hamisított volt. Magyarországon emellett ugye a méz, gyümölcslé, illetve édesipari termékek fordultak elő. A termékeket a közúti szállítás során is ellenőrizték, amiben egy új elektronikus rendszer segített. Emelte ki dr. Helik Ferenc, a NÉBIH kiemelt ügyek igazgatóságának vezetője. A tavalyi évtől bevezetésre került az EKR rendszer, ami az első áfakötelezett termékek bejelentését tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy bármilyen ilyen termék érkezik Magyarországra, vagy kivisznek Magyarországról, azt előzetesen a NAV rendszerébe regisztrálni kell, és amennyiben élelmiszerlánc termékről van szó, akkor ezt az információt a NÉBIH is megkapja folyamatosan online. Ez nagyban segíti az ellenőrzést, hisz így célzottan lehet mélységi ellenőrzést tartani, tehát a közutak mentén ki lehet emelni azokat a teherszállító járműveket, amik esetleg gyanúsak, vagy nem kértek el kárszámot. A nemzetközi összesítés szerint a résztvevő országok szervezetei összesen 9800 tonna hamis vagy silány minőségű élelmiszert vontak ki a forgalomból, amelynek összértéke meghaladta a 69 milliárd forintot.